A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Élesztő. Egészen pontosan 10 perccel járunk már 8 óra után, és még mindig Gerjenből jelentkezünk, hiszen tudjátok, ezen a héten az Élesz turné folytatódik, ugye múlt héten Pakson jártunk, most pedig szépen körbejárjuk, hát ha nem is az összes települést, de majd tervek szerint egyébként az összes települést, igen. Ezen a héten 4 helyre látogatunk el, tegnap voltunk Németkéren, ma itt vendégeskedünk Gerjenben, köszönjük szépen a vendéglátást, holnap Madocsára utazunk, aztán pedig majd Szentgyörgy következik, Dunaszentgyörgy, ugye Norba lakhelye. Ott zárjuk majd ezt az élesz turnét, ezt az idei élesztő turnét. És hát 2021. augusztus 10-e van, KEDD, jelen pillanatban 21 fok a hőmérséklet, 32 fok lesz majd a maximum, gyönyörű szép napsütésre számíthatunk, esetleg néha egy kis felhőre, de azt mondják, hogy csapadék ezekből nem fog majd hullani a fejünkre. Egyébként Somodi Solymos Eszter a műsorvezető társam a mai reggelem, és ugyan itt van velünk még Karesz Romhányi Károly, ugye a település polgármestere, de újabb vendégek érkeztek hozzánk, úgy mint Erdélyi Péter és Steinbach Máté. Sziasztok, jó reggelt kívánunk! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Jó reggelt mindenkinek! Nyugodtan lehet bátornak lenni, hiszen a Gerjeni SKH csapat tagjaként azért büszkék lehettek az MB3-ba jutással. Milyenek a tapasztalatok az első mérkőzést követően? Azért volt egy kisebb megakadás. Hogyan dolgozta föl a csapat? Miként kezdtétek a szezont? Hát az az elejétől kezdve érezhető volt, hogy ez azért egy teljesen más szint, a tempó sokkal komolyabb volt az első mérkőzésen, és hát az ellenfél a Paksi FC második csapata, tehát volt képzett jó labdarúgókkal. Hát hozzá kell szokni, lesz egy kis átmeneti idő szerintem, mire felvesszük ezt a ritmust, de hát állunk elébe, és úgy gondolom, hogy az egész csapat a vereségtől függetlenül nagyon várja ezt a szezont. Mondja ezt egyébként Péter, csak hogy azért képbe rakjunk mindenkit, aki esetleg nem nézi a Facebook live-unkat, mert ugye ezt is live-oljuk. Jó, azért értem én, hogy most mindjárt ezzel a szezonnal kezdtük és az első meccsel, de hát egyrészt gratulálunk ahhoz, hogy följutottatok az NB3-ba, tehát kezdjük ezzel. Mióta működik itt Gerjenben ez a sportkör vagy klub? Mert ugye az SK az ezt is azt klub is jelenthetné esetleg, sportklub. Mióta működik, és csak labdarúgással foglalkozik, vagy esetleg más sportágak is vannak? Közben szereztem egy mikrofont magamnak. Köszönöm szépen. Hát ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, mert azért a kistelepülési labdarúgás az mindig ilyen eléggé hányattatott sorsú, főleg az ilyen kisteleplésekkel, mint hát a miénk, hiszen örülünk, hogy egyáltalán volt labdarúgó csapatunk. Igen, édesapám falujában is úgy volt, hogy amikor a falunap volt, a búcsú, akkor a nősök és a nőtlenek egymás ellen. Tehát, hogy... Igen, ez a félmesztelen csak nem egy alul vagy fölül. Tehát, hogy, igen, ezek azért elő szoktak fordulni, de a lényeg, hogy tehát, hogy nagyon örültünk, hogy életbe tudtuk tartani egyébként a labdarúgást itt Gerjenbe, és hosszú éveken keresztül Laca Zsolti barátommal nagyon sokat killottunk, hogy egyáltalán megmaradjon valamilyen formában. És akkor végeredményben hoztunk egy döntést, hogy akkor elkezdünk jó értelemben előrefele menekülni ebbe a kérdésbe, hiszen nem engedtük azt, hogy a labdarúgás azért mégiscsak megszűnjön itt a településem. Elég nagy hagyománya volt azért ennek a sportnak, és hogy válaszoljak megint csak a kérdésről, hogy itt van azért egy lovas szakosztályunk, illetve gyeplabdáztunk hosszú éveken keresztül, ami most egy picit szünetel. Édesanyám volt egyébként, aki a gyeplabdát testnevelő tanárként településre meghonosította, és ezt játszottuk. Bízom benne, hogy hamarosan újra neki fogunk állni, ugye, ahogy beszélgettünk erről. És hát a labdarúgáshoz meg azért alapvetően minden kis településnek az azért jellemzője, hogy legyen labdarúgása. Örülök neki, mert Dunaszentgyörgyel egyébként, hogy visszautaljak, össze tudtunk állni, és nagyon örülök, hogy két csapat együtt tud funkcionálni az utánpótlásra, ami illeti, és hát ez lehetőséget biztosít arra, hogy azért az NB3-ba is meg tudjuk magunkat méretni. És ez az építkezés, ez gyakorlatilag most már nem tudom, harmadik éve kezdtük el akkor a Laca Zsoltival, hogy akkor mégiscsak előrefele kezdtünk el menekülni, és akkor a megye kettőbe, akkor megtaláltuk a Buzás Attilát edzőként, illetve először még nem is edzőként. Egykori Paks FC játékost. Így van. Tehát, hogy ilyen szempontból nagyon sok kötődésünk van Paks felé, és akkor hát gyakorlatilag az ő szakmai útmutatása alapján kezdtünk el építkezni, és akkor a megye első osztályt ugye a tavalyi évben akkor az Attila vitte végig, ugye akkor már a fiúkkal közösen, és az egy nagyon, nagyon szép, meg nagyon eredmény menetelés volt, ott szerintem senki nem gondolt ugye a kezdeteknél, hogy na rögtön első évben mindjárt egy bajnoki címnek örülhetünk, és hát én azt gondolom, nem is volt kérdés, hogy ezt az NB3-at vállaljuk-e, úgyhogy nyilván én most köszönöm mindenkinek. Igen, mert azért az más kávéház már a megye egyhez képest mindenképpen, és talán esetlegesen nagyobb anyagi, hogy mondjam, erőfeszítést is igénye, akár az utazások tekintetében, hiszen ugye már nem a megyében, vagy nem csak a megyében kell majd labdát rúgni, hanem ugye a megye határán kívül is mindenféleképpen. Egyébként, ha már az erősítés
Gyerekeknél tartunk, akkor ugye azt hiszem, hogy talán még ugye zajlik az átigazolási időszak, még lehet. Van most egy játékos, aki csapatot keres, nem tudom, hogy esetlegesen a büdzsé megengedi-e vagy sem. Lionel Messinek hívják, tehát hogy gondolkodtatok-e benne? Nálunk nincsen lehetetlen egyébként alapvetően. Tehát azt mondom, hogy ez az NB3 is egészen hasonló kategória volt. Hogy visszakanyarodjak egy picit egyébként, tehát a nyilván financiális kérdés az lényegesen másabb, uh-huh. Tehát hogy azért ez sokszorosan a költségvetése az idei évnek a tavalyi évhez képest. A szakmai oldalához én mondjuk kevesebbet tudok hozzátenni, mert talán megy a másodosztályba, sikerült labdát rúgnom körülbelül, tehát eddig jutottam, úgyhogy nyilván a fiúkkal még edzésre sem mertem egy pályára fölmenni. Kívül nagyon megnézett, gratulálok neki, tényleg ügyesek, rendben van minden, bízom benne, hogy a feltétel. Na de várjál, hát arról volt, hogy sportorvoshoz mész most innen, nem, mert hogy téged is leigazolnak, vagy hogy van ez? Hát én megye háromba, tehát az ja, annál lejjebb talán az osztályban, hogy megyében, nem is tudom, van megye, nincsen. Tehát a legalább osztályban sikerül, az is majd hébe-hóba, mikor éppen ráérek körülbelül ezek a tervek per pillanat. Oké, jól van. De egyébként Máté, te mikor a megye egy csapatába kerültél, akkor nyilván volt egy csapat, és ahhoz képest ez az NB3-as csapat milyennek találjátok egyébként az új összetét? Tehát mennyire tudtatok összeszokni? Igen, hát az elég komoly játékos mozgások történtek itt a nyáron a klubházatáján. Érkezett, ha jól számoltam, 10 új játékos. Hát az pont egy csapatnyi gyakorlatilag. Igen. A kapust nem veszük. Viszont nagyon sokan nem távoztak, úgyhogy az a mag úgymond az megmaradt, ami a tavaly úgy gondolom, hogy igen, végigvitte ezt a sikeres bajnokságot, plusz a két osztályozó mérkőzést. Úgyhogy hát igen, a felkészülés alapján is kicsit többet vártam az első bajnoki meccsen a csapattól, hiszen a felkészülésünk, azt mondhatom egész nyugodtan, hogy nagyon jól sikerült, hiszen 6-6 mérkőzést megnyertünk, és köztük volt egy NB2-es PMFC is, ahol tényleg szenzációs játékkal nyert a csapat. Úgyhogy igen, egy kicsit csalódás volt az első meccs, de hát azt mindig tudjuk, hogy a bajnoki az mindig más, mint a edzőmeccsek. Szerintem ez csak egy trükk volt, a beetetés, tehát hogy legyen honnan, hova építkezni, valljátok be, tehát reméljük, rögtön nyertetek volna érte, tehát az milyen már. Figyeljetek, hát itt mindenkinek van köze a Paksi FC-hez, maradjunk annyiban, és gyakorlatilag, ha megnézitek, ugye a Paksi FC is vereséggel kezdte a szezonját, aztán a második meccsen, majdnem mondtam valamit, elverte a Puskás Akadémiát, ugye 6-1. Tehát ha lesz a második, kivel fogtok játszani a második? Igen, mi is idegenben leszünk, úgyhogy ahogy a Paksi FC is. Akkor valami... Egyébként Dabasra utazunk, Dabason lesz az ellenfél holnap fél 6-kor. Amennyire én emlékszem még a focis emlékeimből, azért a Dabas sem lesz egyszerű, maradjunk annyiban. Nem lesz. Jó, de hát ettől még azért senkit, tehát nincs olyan csapat, akit nem lehetne megverni, úgyhogy minden jót kívánunk ehhez. Jó, egyébként Buza, ugye egykori Paksi FC játékos, azt tudjuk, hogy játékosnak milyen volt. Nagyon jó játékosról van szó egyébként. Edzőnek milyen? Én fél éve dolgozok vele, Peti ő már egy éve van itt a Gerjennél, ugye most télen csatlakoztam a csapathoz. Nagyon jó szakembernek tartom, szerintem az utóbbi évek alatt, akiknél edzőknél megfordultam, szerintem magasan az egyik legjobb szakember. Szerintem mind a pályán belül és mind a pályán kívül is számíthatunk rá tényleg, tehát egyéb gondjainkat is megérti, hogyha ami nem a focihoz köthető, úgyhogy én nagyon szeretek nála dolgozni, és remélem, hogy minél tovább. Peti, ezt megerősíted? Természetesen, sőt, még szeretném kiemelni abból, amit a Máté mondott, hogy pályán kívül dolgokban úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon jó az, milyen kohéziót megteremtett a csapat környékén. Én úgy gondolom, hogy ez sok edző nem veszi elég komolyan, tehát nem csak a pályán kell csapatot építeni, uh-huh. Azon kívül is. És azt gondolom, hogy ez itt Gerjenben a csapatnak az egyik erőssége, hogy nem csak egy futballcsapatról beszéltünk, hanem egy baráti társaságról. A játékosok úgy gondolom, hogy egy irányba tartanak, és hát ez nem működne egy jó vezető edző nélkül. Sőt, már akkor az összetartás, hogy már egy baby boomon is túl vagytok, egy legénybúcsún, egy esküvőn, tehát most már nálatok lassan minden is volt, nem? Egészen igen. Pontosan nálad volt legutóbb, ugye, igen. Petinél igen. Az esküvő. Igen, igen. Hát az osztályozó visszavágó mérkőzésén ugye pont úgy alakult, hogy a legénybúcsúmmal esett egy napra, úgyhogy hát a társaság jött szurkolni, ezúton is még egyszer köszönöm nekik, mert szerintem felejtetlen hangulatot varázsoltak ide a Gerjeni pályára. Na, ha már a hangulatnál tartunk, akkor és most bocsánat, nem pejoratív értelemben mondom, de a falusi mérkőzéseknek mindig megvan egy olyan hangulata, amit már a stadionok, meg a mit tudom én, még nem tudnak visszaadni. Tehát ugye, ha csak azt veszem, hogy mit tudom én, egy ilyen nagyobb, egy NB1-es meccs után, azért erre nektek is van rálátásotok. Ugye bemegy az ember az öltözőbe, felszáll a buszra,
ha éppen ugye nem otthon van, a meccs hazamegy, vagy ha otthon is van, akkor is ugye mire már kijön, addigra általában a tömeg eloszlik, ha csak nem várja meg ugye akár a játékvezetőt, vagy valami. Jó. De mindegy, szóval a lényeg az, hogy nincs meg talán az a kontakt, mint ami egy ilyen meccsen, hát hiszen ott könyökölnek vagy mire a pálya szélétől 1-2 méterre a szurkolók, nagyon hallani, hogy mit mondanak, ugye behallatszik minden, amikor mentek le, vagy bármi hasonló, vagy esetleg a büfében, vagy valahol azonnal találkoztok velük. Tehát itt azért itt másabb a történet. Ez jobb ez így esetleg egy labdarúgónak, vagy jobb az, hogyha húha nem találkozom a szurkolókkal, mert mit tudom én? Én szeretem, hogy ilyen körülmények között vagyunk a gerreni szurkolókkal az elejétől kezdve, jó a személy szerint nekem is a kapcsolatom, nagyon szimpatikus embereket ismertem meg itt a településen. Hát úgy gondolom, hogy a település is egy emberként a csapat mögött áll, legalábbis a mérkőzések alapján a szurkolásból én erre merek következtetni. És hát dolgozunk a csapattal azon, hogy a továbbiakban is rászolgáljunk erre a bizalomra. Igen. Oké. Okay. Egyébként van gerjeni labdarúgó? Tehát aki gerjenen él és úgy a csapat tagja? Én, ha jól tudom, akkor van, ugye tavalyi szezonból kiindul a Gerendai Zoltán, jól mondom, Zoli, igen. Gerjeni, illetve a Laca Zsolti is már régóta, azt hiszem, ha jól tudom, itt gerjeni lakos, úgyhogy nem tudom, még egészítsetek ki, hogyha van még valaki, Faresz esetleg. Igen, a Domsa Dénes volt még ugye, aki tavaly játszott, és hát vele beszélgettünk, hogy esetleg ő visszajátszon ebbe a Megye 3-os csapatba, hogyha van éppen kedve, tehát ez a levezetni, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Igen. Tehát nagyjából szerintem így áll össze a csapat körülbelül. Értem. És egyébként ugye így most már Peti mondott, hogy te már régebb óta itt vagy, és ugye kezditek megismerni itt a település, meg az itt lakókat, és pont arról beszéltünk ugye a Karesszel, hogy itt van egy ilyen bevándorlási hullám igazából Gerjenbe. Bennetek felmerült, hogy lehet, hogy itt akkor mégiscsak folytatom itt az életemet? Ilyen nem merült föl bennetek? Megmondom őszintén, hogy bennem felmerült, a kedves feleségem, ő viszont inkább Pakshoz ragaszkodna. Úgyhogy... Mert nem jár ki a meccsekre, mi? Nagyon lelkes szurkoló, de hát ugye Tolnáról költözött Paksra, és hát ő nagyon megszerette Paksot. Ja, értem, és akkor így. Egyenlőre ilyen padhelyzetben vagyunk. Azért csak nem lesz belőle válók. Na, figyelj, és milyen elvárással, vagy van-e egyáltalán elvárása így az NB3-mal, illetve hát ezzel a szezonnal kapcsolatosan? Tehát, hogy mondjuk nyilván egy újoncnál ugye az szokott lenni az, hogy egy ragadjunk benn, tehát hogy maradjunk benn most akkor így értelemszerűen ugye az NB3-as bajnokságban. De csak ennyi, vagy azért vannak vérmesebb reményeitek is, vagy akkor se történik semmi, hogyha esetleg, nem ezt kívánom, de hogyha mondjuk esetlegesen búcsúzni kell az NB3-tól. Igen, hát Buzás Attila szavaival szeretnék élni. Ő azt mondta az idei célokról, hogy ő sosem mondana olyat, hogy az a cél, hogy maradjunk bent. Az a cél, hogy lehetőségekhez mérte minél több mérkőzést nyerjünk meg. Okos egyébként, igen, mert ha ezen akkor lehet kiesni, hogyha csak az a cél, hogy az ember benn maradjon. Igen. Úgyhogy ez okos. Jó, rendben van, hát akkor kívánjuk, hogy akkor ez minél jobban sikerüljön. De tehát folytatjuk majd még a beszélgetést, csak most előbb jöjjön egy kis muzsika. Korda Györgyel most nem tudunk szolgálni, mert ezen gondolkodtam, hogy mi volt az, Peti, amit kértél, ugye azt hiszem vasárnap, ugye imádott Korda Györgyet egyébként? Tehát, hogy... A zöldözőben rendszeresen szól a Reptér című szám. Na, ezt akartam mondani, hogy álljon meg egy pillanatra, adod a légy szíves Karesznek a mikrofon, tehát, hogy szerepel a fejlesztésben egy kisebb Reptér nyitása? Itt a környékünkön van ugye a Fogtai, illetve a Kalocsai Reptér, tehát mi azon nagyon boldogok vagyunk alapvetően, nem, ilyenről szó sincsen. Hát ennek azért megvan nyilván a sajátos humora egyébként, hogy az ember mi, aki szereti, annak nyilván nagy szeretettel küldi az ember, aki viszont mondjuk a másik oldalát fogja ennek meg, az meg nyilván nagyon örül a másik oldalról ilyen szempontból, úgyhogy szerintem ez egy kicsit ilyen közös vonás lett. Meg kell utazni, mindenki szereti. Jut eszembe, ha már a zenénél tartunk, de mindegyről majd ezt később beszélünk, most előbb jöjjön egy kis muzsika, aztán akkor beszélünk a muzsikáról, gondolok itt arra, hogy például van-e indulója a gerjeni SK-nak. Hamarabb visszatérünk, mint hogy meginnád a kávédat. Folytatjuk bejelentkezésünket Gerjenből, 30 kanyarodjunk vissza a focihoz. Mivel azzal engedtük el őket, hogy meg kell, hogy mondják, hogy van-e indulójuk. Igen, erre kíváncsi vagyok, hogy van-e a csapatnak indulója, már a Reptéren kívül, tehát hogy a Korda György Reptéren kívül van-e indulója a csapatnak, vagy sem. Na? Hát én Peti? Úgy tudom, hogy ilyen hivatalos csapatinduló nincs, azért ránézek közbe Karesszra, de nem hallottam. Mert az, ami idegenben van, hogy indul a busz, az nem az. Az nem. Hát vannak
népszerű zenék, amik elég gyakran szólnak az öltözőben, de itt van mellettem a csapatnak a DJ-je, úgyhogy... Wow, Máté, te vagy a DJ? mit szoktatok tolni, milyen muzsikát? Meccselőt? Hát rajtam múlik igazából, amilyet én szeretnék. És miért szeretsz, akkor áruld el! Hát nagyon-nagyon vegyes a felhozatal. A Petinek az öccse szokta mindig mondani, hogy éppen most milyen muzsikát szeretne. Úgyhogy a Zsoltika is meghatározó ebben a szerepkörben. De tényleg a mulatóstól elkezdve a technóig, hát elég gyakran minden, igazából minden szól. Na de várjatok, én amikor megnyertétek a bajnoki címet, ott voltam, és hát azért utána nem is akárki zenét, az hogy jött oda? Vagy nem bizony, miért pont ők? Hát igen, Gerard Öcsi nevezetű vendég. Sztárvendég volt Gerjemben, igen. Aki, hát szintén, ha jól tudom, Erdély Zsolt kérésére érkezett Gerjembe, ugyanis a Domsa Dénes, akiről előbb már volt szó, elvileg felajánlotta a csapatnak, hogyha a bajnoki címet tudunk ünnepelni, akkor az utolsó mérkőzésen... Amit tesztek isztok. Az említett előadó művész fog nekünk zenélni. És hát ez szerencsére így is lett, hogy az utolsó fordulóban nyertünk maga biztosan 4-0-ra, és utána már... Milyen volt az ünneplés? Tehát, hogy itt az utcán, itt mit tudom, vállukon vittek végig a szurkolók titeket, vagy hogy volt, mint volt? Ilyenre nem volt példa sajnos. Hát ugye kettő nagy ünneplés is volt, ugye az első a bajnoki cím, utána pedig jött ugye a két osztályozó mérkőzés, amit még a bajnoki cím ünneplés, akkor nem tudtunk, tényleg, hogy lesz. Hiszem, igen. Mert ez a bajnoki cím után volt a sorsolás, és akkor nem volt biztos, hogy kell játszani az NB3-ba feljutásért. Úgy hozta a sors, hogy kell. Utólag azt is mondom, hogy nagyon jó, hogy így lett, hiszen még két meccsen meg tudtuk abszolút mutatni magunkat. Abszolút kiharcoltátok a feljutást. Ezt, igen, tehát nem a szerencsére volt bízva ez, hanem tényleg tettünk azért még a bajnoki cím után is, hogy feljussunk a magasabb vonalba. Értem. Jó van. És akkor, sőt, nálatok valamelyik záró mérkőzése vagy ünneplése időzítettétek a legénybúcsút, és itt volt Gerjemben, nem? Igen, a bajnoki címet, mikor ugye megnyertük, akkor hát akkor is ugye volt már az említett Gerard Öcsi féle ünneplés, de hát részemről a nagyobb ünneplés az osztályozó második mérkőzése után volt, ugyanis hát itt a mérkőzés után átfáradtunk ide a közösségi házba, és hát itt volt a legény búcsúm. Úgyhogy így duplán lehetett ünnepelni. Emlékezetes volt eléggé. Azért a legények mellett állva én hallottam, hogy hogyan üvöltöttek, tehát már hangulatban voltak, látszott, hogy már gyúrtak az estére. Igen. Már ne haragudjatok, de tényleg, hát tudod, én ugye mindig a hátteret is szeretném tudni, meg látni, hogy sok pálinkafa van itt Gerjem környékén, vagy és Kareszra nézek, mert itt már a személyes beszélgetésekben is egyszer-kétszer szóba került, ugye akár, ha veszük, ugye adásba is kiment például, ugye amikor a jeges fürdőzésről volt szó, hogy azért, szóval itt azért van valami ilyen specialitás ilyen tekintetben? Mondhatom, szinte minden az egyébként. Tényleg nagyon finom pálinkáink vannak a település, ezt meg kell mondjam őszintén. Amikor lehetőség van, illetve alkalom van rá, és az ünneplésőként pont az volt, akkor azért meg tudtunk ostani közösen szerintem egy-két nagyon finom pálinkát is, meg sok egyéb mást. Tehát az egy egész hosszú este volt szerintem mindannyiunknak, és pont az jutott eszembe, amikor Peti mondtad, hogy emlékezetes, addig ő még emlékszik is az ember rá. Tehát ez egy nagyon pozitív dolog tud lenni. Tényleg nagy ünneplés volt, tehát én nagyon ritkán emléksz, vagy nagyon ritkán nem erre az estére, hanem konkrétan olyanra, amikor tényleg ekkora felszólult örömmel tudja az ember átadni magát egy ilyen élménynek, és szerintem az egész falunak azért egy nagyon nagy lehetőség és egy nagyon pozitív dolog, illetve amiről még nem beszéltünk, és azért erről tényleg talán fontos lenne, hogy az iskola kapcsán, gyerekek kapcsán picit visszautalni, hogy azért azt látjuk az utánpótláskorú gyerekeknél, hogy ez most egy óriási példaképek vagytok előttük, illetve az, ami most itt Gerjembe végbe megy. És látom Józsó bácsi most fogja a fejét. Látom azt, hogy nagyon sok gyerek jön egyébként. Tehát egyre több gyerek jön az utánpótlásba, a Szentgyörgyön is, illetve Gerjembe is. És ez egy tényleg nagyon pozitív dolog, és a mai napig sokszor állítanak meg egyébként szülők, és beszélgetünk erről, hogy ez mennyire jó, hogy ez itt velünk megtörténik. És valóban egyébként visszautalva, hogy nem, én azt gondolom, hogy ahogy elindultunk, és amilyen úton rajta vagyunk, ez egy nagyon jó út, és hogy ezen kell tovább menni, mondjuk a sportba is. Peti, egyébként te foglalkozol, vagy foglalkoztál gyerekekkel, mennyire látod te is ennek a fontosságát, jelentőségét, hogy egészen kicsikorban kell már megragadni a gyerekeket?
Hát igen, nagyon, úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy minél korábban elkezdje egy gyerkőc. Most beszéltünk labdarúgásról, de igazából bármilyen sportágat. Szerintem amellett, hogy a mozgás ugye nagyon fontos, maga a közösség, illetve hát a nevelő ereje az egész csapatban létezésnek. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos egy kisgyereknél. Egyébként visszakanyarodva, sajnos most abba kellett hagynom ideiglenesen az edzősködést, és hát nem is annyira sajnos, mert ugye így, hogy vállaltuk ezt az NB3-ban való indulást, így hát emellé már nem fog áldozatokkal bele. Is igen, járt igen, ez részedről. Egyébként ezt pont akartam is kérdezni, hogy az NB3-ban vannak profi játékosok, meg vannak, hát most már nincs ugye ez a státusz, hogy amatőr játékosok, de olyan játékosok, akik esetlegesen munka mellett végzik el. Nálatok mi a helyzet? Van-e egyáltalán olyan, aki tényleg csak ebből él, vagy tényleg mindenki dolgozik? Hogy néz ki az a... Nálunk mindenki vagy tanul, vagy dolgozik mellette, uh-huh. Tehát hogyha igen, ez az NB3-ra az mondható, hogy szerintem pont a profi és a amatőr határán mondható. Lebeg, hát, igen. Fél profi, fél amatőr ligának hívnám én. A mi csapatunk az inkább így még az amatőr kategóriába tartozik, ha azt nézzük, hogy mellette. Bocsánat, kerüljük ezt a szót, mert ugye tehát a labda rugásotok, tehát ahogy játszotok, az nem az amatőr színvonal. Igen, nem erre gondoltam is. Hanem ugye tehát értsük úgy, hogy gyakorlatilag tehát munka mellett, vagy munka tanulás mellett végzitek. Viszont mennyi edzés van egy héten? Egy héten 4 edzés plusz a mérkőzés. Ez felkészülés alatt nyilván változhat az edzésszám. De hát most jönnek szerda vasárnapi mérkőzések is, úgyhogy ez miatt az edzésszám is változhat, de az alaphelyzet az, hogy 4 edzés és hétvégén egy mérkőzés. Hm. És bocsánat, beléd folytattam a szót, mondtad, hogy viszont? Viszont igen, hát szóval ez az NB3, ez az a liga, ahol már egyre inkább szerintem a profizmus, profi labdarúgók felé hajaz, úgyhogy ebben is, hát ebben úgymond egy kis hátrányunk van, hogy nálunk azért a labdarúgás mellett még az egyéb teendőkre, egyéb munkára is koncentrálni kell, de hát tudtuk, hogy mivel jár ez az egész, úgyhogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy tényleg a legalább a bennmaradást kivívjuk. Egyébként említetted, hogy megvan a kemény mag, vagy hát említettétek, hogy megmaradt a kemény mag az előző szezon csapatából, és hát jöttek akkor az újoncok. Hogy képzeljük el, volt-e valami beavatás, volt-e valami szivatás, hogy hát akkor figyeljetek, ezt teljesítsétek, és akkor utána egyenértékű tagokká váltok. Hát egyelőre még nem történt meg, de most adtál egy jó ötletet. Hát azt mondják, az ilyen csapatok. Hát ilyen beugró azért van. Hát egy tálca, igen, az beugró, igen, az mindenképp ásos. Én azt gondolom. És Peti, egyébként akkor maradtál csapatkapitány? Igen, maradtam csapatkapitány az előző szezonhoz hasonlóan. Hát főleg fiatalokat igazoltunk, úgyhogy nem nagyon volt olyan, aki... Megmaradsz akkor rangidősként? Rutinróka? Nagyjából igen. Már csak azért is, mert akkor Isten éltessen sokáig, hiszen mint utóbb kiderült, ma ünneped születésnapod. Nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy nagyon sok boldogságot kívánunk, így a 44. születésnapod alkalmának. És egyébként humorérzékünk lenne, akkor a Halász Judittól játszanánk le. Nem, azon gondolkodom, hogy ugye megsugtad, hogy hol van az a bizonyos dal, hogy ha már születésnapja van, akkor lehet, hogy mégiscsak beillesztjük adásunkba ezt a... Édesanyának is ma van, azt még hozzáteltem, úgyhogy köszönjük édesanyádat. Akkor tudom, hogy Andrea bent a stúdióban mennyire, egyébként Stasser Andrea ugye szerves része ezeknek a reggeleknek, hiszen ő a stúdióban tényleg egy másik helyszínen, azaz Pakson tevékenykedik. Andi, hogyha hallod, és reméljük, hogy hallod, akkor légy olyan kedves, és ugyan készíts már be nekünk ezt a Korda Györgyféle repteret ide a folytatáshoz. Jó, és akkor ezt majd lejátsszuk. Még egy nagyon fontos kérdés ugye a labdarúgással, hiszen ugye fejlődik a csapat már, mint ugye lép osztályról felfele. Az infrastruktúra, ezt nem tudom kimondani. Az infrastruktúra... Szolár parabola! Igen. Már megteremtődött hozzá, tehát ugye minden egyes osztálynak vannak bizonyos feltételei, hogy mivel kell rendelkezni egy csapatnak, akár így háttér tekintetében is. Tehát ez itt már rendelkezésre állt, vagy kellett fejleszteni, vagy kell fejleszteni, szóval ilyen tekintetben hogy álltok? Hát ugye az elmúlt években már próbálkoztunk egy öltözőfelújítással, ugye próbáltunk ilyen TAO támogatás terhére gyakorlatilag ezt a beruházást elvégezni. Az volt a gond, hogy ahogy emelkedtek az árak, gyakorlatilag mindig mentünk igazából az összeggel utána a támogatási összegeket, tehát sosem értünk el oda, hogy akkor bele tudjunk vágni a beruházásba. És most hát írtunk egy egyedi kérelmet azzal kapcsolatosan, és meg is küldtük az illetékeseknek, hogy esetleg ha támogatásra érdemesnek tartják ezt az elkezdést, illetve a gerjeni labdarúgásnak a jövőjét, akkor legyenek kedvesek támogatni minket. Hát bizakodom benne, hogy pozitívan fogják elbírálni, hiszen nem csak önmagában arról szólna a fejlesztés, hogy
mondjuk van egy élő füves pályánk, és akkor építsünk mellé még egy műfüves pályát adott esetben, egy nagy pályát, hanem arról is szól nyilván, hogy egy új öltöző infrastruktúrális beruházáson átessünk, nyilván a lelátóktól kezdve. Tehát nagyon sok mindenhez hozzá kell nyúlnunk itt a pályán. Bizakodom benne, hogy tényleg támogatást fogunk erre találni nagyon rövid időn belül, és akkor neki tudunk állni a beruházásnak. Egy év átmeneti időszakot, vagy egy év engedélyt kaptunk egyébként arra vonatkozó, hogy itt tudunk még játszani ezen a pályán, és akkor egy évünk van nagyjából a sorokat rendezni, hát bízom benne, hogy sikerül az életbe az egy évben előre lépnünk ebbe. Most közben meg majdnem izét lerugom. Ismert az asztal alatt a Petivel. Nem, egy sérülést okozok kérdele, mi lesz itt majd a meccsen, lerugom a csapatkapitányt itt az asztal alatt, jól nézünk ki. Jó, rendben van. Hát figyeljetek, akkor sok sikert kívánunk, jó, ehhez. És ezért maradjunk annyiba, hogy lehet előttetek példa, ugyanis van országunkban olyan település, ahol talán még ennyien sem laknak, vagy körülbelül ennyien élhetnek, és nagyon komoly akadémia és NB1-es labdarúgó csapata van, úgyhogy akkor miért ne lehetne akár megyénk második NB1-es labdarúgó csapata a Gerjeni előbb vagy utóbb. Akkor ezt látom, hogy ő forgatta a szemeit. Nagyon szépen köszönjük a felkérést ezzel kapcsolatosan. Egyébként valóban, amikor nekiálltunk megye kettőbe, akkor sokan megmosolyogtak minket, és azért tavaly megy egybe is, azt gondolom, elmentünk nagyon sok helyre, és akkor mi voltunk a lesajnált kis csapat meg a rendszer végén. Na jó, van, megjöttek a gerjeniek, és tavaly is egyébként talán, jól emlékszem, két verességgel kezdtük, ugye, ha jól emlékszem, vagy egyel, és akkor a második, tehát gyakorlatilag egészen hasonló, és koppintjuk reményeim szerint, és akkor mindjárt egy győzelemmel folytatjuk. És akkor fájhat a fejed az NB2 miatt, nem? Fájjon. Nagyon bízom, hogy fájni fog, úgyhogy sok sikert így előre is. Jó, oké. Hát akkor a születésnaposoknak pedig hamarosan érkezzen. Így van. Következik akkor az a bizonyos dal, azaz Korda György és a Reptér itt a Paks FM-en, és sok boldogságot természetesen elsősorban neked, Peti, illetve bocsánat, édesanyádnak, és hát persze mindenki köszönöm másnak, aki így augusztus 10-én ünnepli a születésnapját. Induljatok el velünk! Élesztő a Paks FM-en!